Ózd adott otthont a tekéző kelet-magyarországi döntőjének, ahonnan az országos finálére kvalifikálhatták magukat a továbbjutók. A budapesti selejtezőből érkezők, valamint a szegedi, szolnoki, szegvári szuperligás csapatok játékosai mellett Finta Zoltán és Magyarósi Péter képviselte a nyíregyházi színeket a 40 tekézőt felvonultató mezőnyben. Innen 12 játékos jutott tovább az országos nagy döntőbe, ami majd május végén lesz. Sajnos el kell mondani, hogy most nyíregyházi játékos nélkül fogják ezt a döntőt megrendezni. Ugyanis a Magyarorsi Péternek az 550 fám, míg nekem az 542 fám, csak a 22. és a 25. helyre volt elegendő. Azt lehet mondani, hogy nagyon szoros volt ott a továbbjutók mezőnye. Ha hozzáteszem, hogy Petőnek is egy 15 fám múlott a továbbjutás, akkor látszik, hogy mennyire sűrű volt a továbbjutás utáni mezőny. Sajnos nem sikerült, bennünk volt abszolút mindkettőnkben a továbbjutás lehetősége. A nyíregyházi Tekeklub játékosai a hétvégén a Szuperliga utolsó fordulójában Győrben lépnek dobóállásba. Mindkét csapat számára már ez egy levezető mérkőzésnek minősül, a Győr csapat a negyedik helytől sem előrébb, sem hátrébb nem tud végezni, míg a mi csapatunk számára a 7.-9. hely környékét lehet még megcélozni, jelenleg a 9. helyen állunk rossz a szett arányunknak köszönhetően. Úgy gondoljuk, hogy ha egy szoros 5-3-at tudnánk kivívni a Győr otthonában, akkor talán egy helyen előrébb tudnánk lépni, de azt lehet mondani, hogy már abszolút tét nélkül ez a mérkőzés, úgyhogy valóban egy örömjátékra, egy levezető mérkőzésre van kilátás mindkét csapat számára. A nyíregyházi együttes továbbra is nélkülözi a sérült Szlovenszky Tibort, rajta kívül teljes kerettel utazik a szezon utolsó meccsére az NTK.